éve már. Ebből te miért lesz, mert lányom dalod jön, és hozzá simt szívemben. Szerelmi térem, kérem ezt rendet, divatba hozták ezt a gengszterek. Egy szóval kívánk ezeket. Egy jó szerzőn. Így, Imi. Köszönöm. Foglaljon helyet! Köszönöm! Érezze magát úgy, mintha otthon lenne. Ez nagyon szépen köszönöm! Parancsol esetleg egy cigarettát? Nem, köszönöm! Igazán sajnálom, hogy maga nős ember. Olyan édes. Legénylakás hangulat van itt magában. Hát igen. Tudja mióta szalma özvegy vagyok. Hát magam is élvezem a legény életet. Tudja milyen nagyszerű érzés az, amikor a felesége leutazik a vonaton? Hát az nagyszerű. Én maga is megyek. Maga most meg akarja várni a feleségét. Szíves engedelmével. No. Nem engedjünk meg csókolja? Nem. Megmondom magának őszintén, én itt nem értem magam a biztonságban. Kedvesem, hát hiszen egyedül vagyok az egész lakásban. A feleségem rendőről a Balatonnál, a cselédem pedig rendszerint vidéken a Markot a szüleimnél. Mit szed? Hát a Markot kérem szépen. Mi az a Mark? Hát mit tudja én? Hát nem tudom, de... Biztos, hogy gyümölcsön. Megérett a marokát, nem lesz eddig. És az albérlő mondta, hogy maguk már van albérlő. Hát ugyan kérlek szépen, de hát az csak eset után szokott hazajönni. Most pedig délután 4 óra van. Tudja, mire képes egy szalma özvegy délután 4-től este 10-ig? Várjon, várjon! Hagy élvezzem ki ezt a kedves legénylakás hangulatot. Komolyan még csak azt jelzik, hogy babaságok lopogjanak a tandarlóban. Ez kedvesem, hogy augusztus van. Az a mindegy. Hát kérlek szépen, az olyan volna, mintha az ember nyári titkóban menne el jégkorsó járni. Ugye? Az albérlő. Mondtam? Nem, hát az kizárt dolog. Hát ő este 10-ig fogod dolgozni, nem mondjuk ő az. De megnézem gyorsan. Szent Isten, mi van? Az albérlő! Hát még azon ki is egyezzék. Rosszabb, a feleségem gyorsan tudjuk be az albérlőnek a szobájába, jó? És a felesége oda is benéz? Ja, hát tudja, mi a maga, milyen okos? Bújjon be az albérlőnek a szobájába, jó? És szekrénybe? Igaza van. Már segítség adják hozzá. Oh, de hát én ott nem is férek el. Fiacskám, hát hogy jutott ezt a gyűjt haza, gyere? Steffi, ma reggel beállít hozzám, hogy autón feljön Pestre. Valami fontos ügyben gondoltam, hogy én is felugrom vele. Fes voltam, mi? Fes voltál, fiam? Fes voltál? Rémes. Te mit csinálsz ilyenkor itthon? Nem kártyázni szoktál? Hát nem csak tudod, ez a nagy melegen, jól gondoltam, picit előlök. Ó, már lefeküdtél. Még nem, pont most akartam menni. Erzsikém, nem is uráljuk olyan sokat. Menjünk, mosakodjunk meg. Miklós a férjem mindjárt kint lesz, és megyünk a városba egy-két dolgot vásárolni. 8 forint tudunk vissza. Ha a kedves férje is feljön? Igen. Jó, most Erzsikém, akkor te ne is menj haza, hanem erígy a fürdőszobába, én majd a hálóban rendeszedem magam. Remélem, örülsz, hogy az ezt mellettem. Micsoda beszéd ez, fiam? Hát boldog vagyok. Steffi, siess! Hamar egy csomó! Csak ezért jöttem fel! Hát én csak ezért jött fel, akkor ne hozta magával az Erzsit! Miért hoztad? Nem tudtam lerázni! Tulajdonképpen egyedül akartam jönni, de miután Erzsi rám akaszkodott és erővel velem jött, hát elhoztam az uramat is. Na és Miklós hol van? Borbén már. Mindjárt jön. Ugye maga is bejön velünk a városba? Én sajnos nem mehetek. De miért? Hát fontos dolgom van!
maga hazajött? Hazajött. Na de délután? Hát igen, délután. Miért a lapja csak éjszakára szól? Hát maga ne is beszélj az albérletről. Maga egy két lapja egy vasat sem fizet. Az mindegy, kérem. De ugye csak hazajött. Hát hazajöttem. Na. De most azt mondja, hogy miért ilyen ideges. Legyen nyugodt, megvan rá az okom. Mert tetszik tudni, én mindig mondtam, hogy az ember csak nővel ne kezdjen, szabad? Képzelj el, van nálunk az irodában egy ilyen fiatal. Azt mondja nekem ma, Jegenye úr, maga egy vagon 8-szoros deszka helyett 10-szoros deszkát küldött Győrbe. Mondom, az ki van zárva? Azt mondja, az nincs kizárva. De mondom, az ki van zárva? Hát erre a nagy veszekedésre bejött a rózsa, kérem. És ki az a rózsa? A főnök. Elővesztük a fuvarlevelet, és mi gondol? Kinek volt igaza? Magának? Dehogy nekem! A ronda nőnek! Erre azt mondja nekem a rózsa. Gyere! Maga szakértő! Maga ért a fához! Maga egy senki! Ami akkor a differencia 8 vagy 10? No hallja, hát két szor! Két szor? Hát az ennyi kérem, hát az semmi lesz! Hát, na jó, hát újban semmi! Na de fában! Pláne egy vagon fában! Erre a rózsa hazaküldött! Jegenye! Ha! Jegenye, hát magát az Isten küldte! De hogy kérem, hogy a rózsa küldött. Te hogy is így hallgassam. Hatalmas nagy bajba vagyok. Megjött a feleségem. Hú, hát legalább rendőssz a rakásra. Én mondom magának, ne kezdjen nőkkel! Ne kezdjen nőkkel! Már késő a figyelmeztetés. Miért? Már kezdtem. Nővel? Nővel! Akkor maga elveszett ember. Hát, ide hallgass, Jegenye. Sajnálom, csak is magad tud segíteni. Képzelj el, én egyszer mondom önnek, hazajött a feleségem! Na hát rendesz a lakásba! Hát egy hallgasson, megint a feleségem is. Nem olyan, mit vált egy nővel, infrangranti! Micsoda? A feleségem! És ki az az anti? Ki mi, Jegenye úr? Hazajött a feleségem is, majdnem mit vált egy nővel, infrangranti, majdnem botrány csinált. Szóval nő! Az Antinak a feleség? Ja, Jegenye úr, te is az én feleségemről beszélek! És ki az az Anti? Infrangranti, Jegenye, Infrangranti! Nem ismerem! Ide hallgassam. Az utolsó mentő ötletem az volt, hogy a nőt a maga szobájába dugtam el. Hát nekem nem kell, hát nekem semmiféle nő nem kell. Én nem is adom magának. Csupán arról van szó, hogyha a feleségem de itt talál ezt a nőt, akkor mondja azt, hogy ez a nő, ez igazából magához jött. Hozzá? Igen. De minek jönne hozzá egy nő? Minek? Minek? Csakkozni? Csakkozni? Annyi volt a differencia a két deszka között? Na hát a csodálom, hogy nem egy képen. Maga képes lett volna deszka helyett egy vagon turbinát rendelni. Turbinát azt mi nem tart? Istenem, mire hallgatom? Az a lényeg, a feleségem rajta hatalmas nagy botrány fog csinálni. Hát is ne érdemelni meg a botrány? Hát amíg a nagyságos azt, hogy a Balatonparton üdvözl, addig maga itt fogadja az Antinak a feleségét, pláne az én nevemben. Hát hogy jövünk mi ehhez? Ide hallgasson! Maga itt két napja egy árva vasat sem fizet, én pedig öntől csak egyetlen egyszer kérek szívességet. Hát rendben! Rendben, de a maguk elmennek innen, én úgy kimondom ő nagyságát, hogy a lába nem éri a földet. Hát és hogyha olyan szép, mint egy pitogrász, hát én egy nőnek közeledem, hogy nincsen állásom. Jó napot, Jegenye úr! Maga itt honnan? Igen, egy kis dolgokat sakkozni fogok! Hát a nagyságos azt mondja, hogy ilyen hirtelen. Én csak egy pár órácskára ugrottam fel, épp hogy csak meglepjem a férjemet. Fes voltam mi? Hát valamikor. Mit csinál ez itt honnappal? Még csak éjszaka legyen itt volna. Hát azért a pénzért, amit fizet, fiam, az is elég volna. Most már szólhatnál neki, hogy fizesse ki a lakbért. Hol lehet ma hitelbe lakni, fiacskám? Fes voltam mi? Fes voltál. De kedves, mert a pár órán nem volt egy most hazajönnöd. Hát igazad van. Akkor fes leszek, és így maradok néhány napot. Micsoda? Hát azért annyira festek nem kell lenned. Jó, hát
most jut eszembe. Képzeld, kaptam levelet a Rózától, és azt írja nekünk a Róza. Azt írta a Róza, hogy ő és a... Mit írt a Róza, kedvesem? Na gyere, majd benne elmondom. Mit írt ez az ember? Honnan tudja ez? Honnan ő? A virágos itt van. De hol a nő? Hát ezt a szemtelenséget, hogy a drága labbét ilyen virágba fektesse. Hát hol? Antiné? Te tudod valamit keresni? Hát ezt a szemtelenséget, hát mondja, mit mászkál maga itt? Te uram! Semmi uram, kérem. Na, egy-kettő menjen be a szobámba. Mondja, kérem maga. Megőrültem, hát ne fecsegélj itt. Na, egy-kettő be a szobába. De úgy megyek én a maga szobájába. De jön a nagyságos asszony, és olyan pofonokat fog kapni. Én? Pofonokat? Igen, és még a haját is kitépi. Na itt a virág, gyerünk, buzdj ide a szobába. Uram, ez mondható maga, mit képzel? Kivel beszél maga? Kivel, kivel? Na azt hiszi, hogy beveszem én azt a mesét, hogy maga csak sakkozni jött ide, mi? Mit akar maga attól a sakkozástól? Na, gyerünk, menjen arra befelé. Azt hiszi, hogy én elhiszem, hogy maga nem a Ferenci szeretője, hogy csak sakkozni jött ide. Honnan veszi ezt? Honnan? A Ferenci mondta. Ő mondta? Igen. Ez nem igaz, érti? Ez nem igaz. Ferenci egy aljas hazug fráter, érti? Szóval csak sakkozni érti, de mi? Mit akar maga attól a sakkozástól? Na egy-kettő, gyerünk! Úgy, uram! De ki jön a nagyságos asszony? Hát hagyjon békét! Ő! Nagyon ő! Kérdezik! Az ember! És ki emeljen jönni? És ne ott diabálni ne legyen, mert vége az életének. Ezt ott az ember, hát egy rendes úri asszonynak az urát, majd adok én neked! Na? Hát ez a nő golomba. Itt mászkál, kérem, mondom neki, hogy menjen be a szobába. Hát láttam volna, hogy hogy leszidom. És ki jött a szekrényből? Milyen szekrényből? Hát a maga szekrényébe dugtam be a nő. Kérem, én a nőről beszélek. Igen, de nincs az a nő. Nő, de a nő az itt mászkált, kérem. Úgy sem kirengedje. Jó, rendben van. Az lesz a legjobb. Én odaállok az ajtó elé, és ha ki mer jönni, akkor a pofont adok neki, hogy beleszédünk. Csak nem akar megütni egy nőt. Én nagyon is csapom. Hát én nőnek köszönhetem, hogy nincs állásom. Kérem, azért nem kell melekedni. Nagyon, hát ha erővel ki akar jönni... Mondja meg neki, hogy amíg a feleségem itt van valam, ki ne jöjjön, olyan botrány fog csinálni, mert ugye itt a szerető. Hát egyébként azt mondta, hogy maga hazudott, hogy nem is a szeretője magának. Csak annyi baj legyen. Gyegedjünk haza, nélkül, a feleségem itt hol van, ki ne jöjjön, mert ilyen botrány fog csinálni. Csak bízza rá. Fiacskám! Ugye te is bejössz velünk a városba, legalább együtt töltjük el azt a néhány órát, amíg Pesten vagyunk. Hát persze, rögtön indulhatunk is, legyen egy olyan. Most mondd meg, hogy erre a csepire mennyit kell várni, amíg ez összeszedi magát, amíg ez kikeli, kifeli magát. Egy örök kivalóság. Most mondd meg, hát hogy készülődöm én? Egy kívül. Mit csinál maga én? Egy kis test mozgás. Fecskám, tudod mit, keresd meg Stefit és szólj egy egész, ugye? Tudod, nem csinál, vissza kell mennetek. De ső, te nem szívesen látsz engem itthon. Fiacskám, én általában nagyon szívesen látok itthon. De tudod, hogy inkább szólj Stefinek, hogy siessen. Jó, szólok fiam, szólok. Hiába kérnek az a rengeteg cicama. Mit csinál a hegenye úr? Test gyakorla. Itt gyakoroljak egyed a testét? Pláne hitelbe? Miért nem megkérem a rohadtába? Kicsit ideges. Hát még ha ez a növénynek kijönne, akkor milyen ideges lenne? Az Istenért, ki nem vegye, igen, az lenne a legjobb, hogy amíg a feleségem itthon van, addig visszamenne a szekrénybe. Én? De hogy maga, a nő! Ja, a nő! A szekrénybe! Remek ötlet, hát van nagyságos az, hogy betalál jönni a szobámba, akkor én most megyek, és berakom jól a szekrényt. Jó, de nem kell őszakosat is. Jó, majd finoman benyomom. Nem találom a Stefit. Nézted a fürdőszobába? Igen, végig kutattam az egész lakást, még a spájzba is benéztem, nincsen sehol. Jaj, hát most jut eszembe, lement Miklósét, tudod, itt beletváltozik valakkal a közelben.
Hát már itt is vannak a Miklósik. Még gyors kintom az ajtót. Tárhon szerencsém. Kezét csokolom. Na és Steffi? Mi van Steffivel? Hát hol van Steffi? Hol van? Hát hiszen magával jött fel. Igen, feljött, bement a fürdőszobában és eltűnt. Eltűnt? Igen. Ó, Dezső, légy oly fess és menj át a Balogékhoz, hát hogyha átszaladt egy szóra. Igen, nem, nem. Én nem leszek fess. Tudod, nagyon jó, hogy ki nem állhatom a Balogékban. Hallatlan. Akármit kell csinálni, ő rögtön ki nem állhat valakit. A múltkor megkértem, hogy intézze el az adót, ezzel azzal kezdte, hogy én külön állhatom az adóhivatalt. Mit állhatsz te ki, mondd? A táncos nőket és az adóalsót? A nálam van. Jaj, hogy egy férfiban ne legyen semmi kellem. Hogy mi? Kellem. A vágóné a múltkor elutazott, és a férje egy ekkora csokorvirággal kísérte ki a keletihez. Meg is érdemelt a fiacskám. Úgy, a vágóné megérdemelte? Fiacskám, az az asszony, amelyik elutazik, az mindent megérdemel. Nagyon szellemes van. Na jó, majd én megnézem most ezt a valakit. Hogy egy férfiban ne legyen semmi kellem. Hallottál már olyan, hogy valakinek a felesége se szó, se beszél, eltűnjön? Nem, sajnosan. Ebben nincs még ilyen szerencsé. Az Isten, én nem akar bemenni a szekrénybe! Igen, de minden, csak kastélynak, az honnan benne? Hallotta, hogy mennyi kellemetlen pillanatot tud okozni egy feleségét. A fény? Igen. Jól nézzük ki, itt a revolveres ember. Feljövök abban a tudatban, hogy itt találkozom a feleséggel. Hát honnan veszi ezt az őrültséget? Miféle őrültség? Hát, a kedves feleségét itt találja. Hát hiszen itt volt. De úgy volt itt. Csodálom, hogy igen. Micsoda? A felesége mit se volt. De se tette ide a lábát. Gyere! Dehogy is nem, Miklós, ne hallgass el az úriemberre. A felesége még egy pár perc ezelőtt itt volt. Mi ez tulajdonképpen? Miklós, hallgass ide, kérlek, én csak azt akarom... Na jó, nekem ez az egész dolog nagyon gyanús. Itt volt, nem volt itt. Ti itt valamit itt voltok. Nem, Miklós, hallgass ide, kérlek. Én csak azt akarom mondani... Majd köszönöm, nem vagyok kíváncsi semmire. Légy nyugodt, majd én meg fogom találni a feleséget. Jó, de Miklós, kérlek... Köszönöm, majd én mindent megtudom. Miklós, kérlek, de Miklós... Hát még visszahívja, hát örüljön neki, hogy elment innen lövöldözés nélkül. Maga szerencsétlen, maga idióta. Minek mondta ennek az embernek, hogy nem volt itt a felesége? Minek? Hát csak nem fogom maga helyett agyon lövetni magamat. Úgyis annyi bajom van ezzel a nővel. Nem mondta? De... Különben is kell, azt nekem mondani, azt hiszik, hogy én beveszem azt a marhaságot, hogy ez a nő csak sakkozni jött ide. Ez a két mániája van! A sakk, meg a szekrény! Ide hallgassam, Stefik, én fatális félreértősről van szó, mert tudja... Mégis csak furcsa, hogy egy felnőtt emberé nyaktalanul eltűnjön! Uha! Itt a nagyságos asszony! Hát micsoda botrány lesz itt! Legyen egy kettőt be a szobába! Kérem szépen, nagyságos asszony, be kell, hogy valljam, hogy én, mint fás, ugye, be kell, hogy valljam, hogy az ember ugye nincsen fából. Én tudom, hogy azzal a feltétellel vettem ki a szobát, hogy hölgyvendéget ugye nem fogadok. De hát én, mint fás, be kell, hogy valljam, hogy... Szóval ön lakbért nem fizet, ellenben felhozza a szeretőjét az én tiszta házamba. Tiszta? Két hete nem takarította. Szóval volt bőr a képén felhozni ide a kedvesét. Volt. És hol van az a nő? Hogy hol van? Jegenye úr, hol van a nő? Itt. Jegenye! Hiszen maga hülye! Miért? Nem tetszik, szerintem elég csinálni.
az őrült embereket, erővel a szekrénybe akar kergetni. Ez a kisörék egymás is. Hú, valami marhaságot csináltam. Mégiscsak hallatlan. Hát hogy jövök én ahhoz, hogy maga az én házamba megőrüljön, pláne hitelben? Pardon, én rendesen fizettem a lakbért. Maga fizetett? Kinek? Igen, a kedves férjének. Nekem. Igen. Minden hónap belső. Igen. Kivacskán fizetett. Jó, úgy. Most már ezt is tudom. Hát akár fizetett, akár nem. Menjen, vegye a kofferjét és takarodjon! Egy őrült embert nem szívesen tartok a házamban. Gyere, most te Viking, gyere! Még képes is éjjel elvágni az ember torkát. Ezt kerestem magát. Na meg azt a két havi lappért. Az mindegy. Magát a 200 pangja az olyan mindegy. Hát ha az ember füzeti, de ugye én úgyse füzettem volna. Ellenben jut eszembe, ha nem ad nekem most rögtön 200 pengőt, én az egész históriát elmondom a feleségét. Hát mondja, hát az egész csak egy vicc volt, tehát az a nő a kedves feleségem egyik legjobb barátnője. Az egész csak egy tréfa volt. De tudja, fiacskám, maga tőlem sose fog kikönyörögni 200 pengőt. Mi az igénye, ugor, maga még itt van? Menjen, vegye a kofferjét és menjen. Ezt kerestem magán. Se állások, se lakások. Szép kis vicceket csinálnak itt az emberre. Szép dolog mondhatom. Felveszed a lapért ettől az embertől és nem szólsz. Fiacskám, nem akartam ilyen csekélységekről referálni. Csekélység? Hát 200 pengő az ma pénz, fiam. Vajon mitől őrült meg ez az ember? Már valami szól véget. Kirúgták ma az állásából is. De már mióta mondom, fiacskám, hogy ez az ember egy őrült? Már rég kiket van rúgjuk az albérletből. Állandóan erőszakoskodott, és miket mondod? És hogy erőszakoskodott? Na ne beszélj! Erőszakoskodott. Még a végén képes lett volna, és velem is erőszakoskodik. Hát azt nem hiszem, fiam. Miért kérlek, hát egy ember, akinek elment az esze? Hát csak azért nem. Mert józan feje, hát ugye... Meg van minden, jegenye úr? Tessék nyugodt lenni, összeszedtem mindent. A szekrényből is kivettem mindent. Remélem, hogy nem hagyott benne semmit. Hol? A szekrényben. Ja, a szekrényben. Most jut eszembe, hogy a szekrényben... Jegenye úr, elnézést, bocsánat. Én tartozok önnek 200 pengővel. Na, tessék. Azért. Ön mit is felejtett a szekrényben? Ja, már semmit. Jut eszembe, Ferenci úr. Azért majd egy pohár vizet vigyen be a szekrénybe. A hölgy kezdi rosszul érezni magát.